Az állatpark jövőjét nagyban meghatározó gigaberuházást az uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón jelentette be a park vezetője és a város polgármestere. A legnagyobb projekt egy indiai ház felépítése és egy Európában egyedülálló 3 milliárd forintból megépülő, a jégkorszakot bemutató látványosság lesz. A hazai és a külföldi turisták körében is népszerű nyíregyházi állatpark tavaly 480 ezer vendéget fogadott. A következő években megvalósuló fejlesztési projektek révén ez a szám akár a 500 000 látogatót is jóval meghaladhatja. Az első projekt, ha minden igaz, egy-két héten belül elindulhat, ez a Pangea Ökocentrum, ez egy 1 700 000 000-ös beruházás a Blahauiza sétányon, egy nagyon különleges szálloda és oktatóközpont egyben. Szeptember végén indulna a látogatócentrum, ami, ha úgy tetszik, Sóstó kapuja is lesz, egy információs bázis, plusz új főbejárata lesz a parknak, ehhez kapcsolódik a Hópárducok új kifutója, a Fókamedence bővítés. Előkészítés alatt van, és össze reméljük azt is elkezdhetjük, azt az ökológiai sétautat, ökológiai tanösvényt, ami itt fog kanyarogni majd a parkban szintén. A város polgármestere a sajtótájékoztatón közölte, Nyíregyháza a terület és település fejlesztési operatív programon belül csak nem 30 milliárd forint forráshoz jut hozzá, és ebből közlekedésfejlesztési intézményfelújítási turisztikai projektek indulnak. Többek közt felújítják az önkormányzati óvodákat és bölcsődéket, és folytatódhat Sóstó fejlesztése is. Körülbelül 45 milliárd forint megnyert pályázatunk már van. Ennek egy nagy része, legnagyobb része a területfejlesztés operatív programban a város számára dedikált forráscsomag, ami nagyon komplex. Amit kiemelnék, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, útak építése, közlekedési csomópontok fejlesztése, csapadékvíz. Ugye ezt meg is kezdtük már tavaly, több részprojektünk megvalósult, így a Szegfi utcán, a debreceni Kígyó utcai csomópontnál, illetve két csapadékvizes beruházás, és ez folytatódik is. Az uniós fejlesztések nyílt napját idén 6. alkalommal rendezték meg, amelyen bemutatták az uniós források felhasználásával megvalósult sikeres hazai projektek kapuit a nagy közönség számára. Ezen a napon a megvalósult több 10 000 fejlesztés közül a legérdekesebbek kulisszatitkaiba tekinthettek be az érdeklődők.